2021. december 1-én a főváros legszebb szecessziós épületeinek egyikében, a Gellért Hotelben hamarosan villanyt oltanak, pár évre elsötétül az ikonikus szálloda. November 30-án, a Gellért utolsó napján mi is a vendégei lehettünk a hotelnek. Ha éjszakára még lehet szállást foglalni, aki esetleg ezt ki szeretné próbálni. A hosszú lépésnemű tematikus sétákat szervező csapat aznap nem csak sétáltatott, hanem 120 perces turnusokban 24 órán keresztül mesélt az épület történelméről az érdeklődőknek. Mi is csatlakoztunk az egyik túrához, ahol képet kaptunk arról, hogy a 20. századi Budapest hogyan kötődik az épülethez. Nem tudom úgy megnyitni az e-mailjeimet, hogy valaki ne szólna, hogy az anya, nagyanya, unoka, testvére szeretne jönni a Gellértre, tehát hogy mindenki szeretné megnézni utoljára, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy csak olyan emberek, akik itt randiztak 30 évvel ezelőtt, mert ez most egy város szintű tömeghisztéria lett. Az 1918-ban épült Grand Hotel a megnyitás után egyetlen napot sem üzemelt szállodaként. Először a Tanácsköztársaság különböző egységei foglalták el a Dunai panorámás szobákat, majd Horthy Miklós léptetett Szellő nevű fehér lován a Gellérthez, és familiája, mármint a lovasé, hónapokig itt várta, hogy felköltözhessen a várba. A Gellért csak eztán válhatott szállodává. Olyan helyre is eljutunk, ahol vendégtán sose járt. Most épp a 60-as években homlokzatra került Gellért felirat mögül esünk át a túlpartra. A legszebb panorámájú szobába maga a leköszönő szállodaigazgató invitál be minket. Az egyik jeles vendégről kapta a nevét, aki 1946-ban járt itt először. Az volt az első év, amikor megnyitott a II. Világháború után a szálloda, hogy miért pont ebbe a lakosztályba költöztették a hegedű művészt. Nevezetesen azért, mert a Dunai frontja az épületnek, az még teljes mértékben romokba volt. És ez a Kelenhegyi oldal, ami egy kicsit jobb állapotban maradt meg, tehát kvázi ez volt az elérhető lakosztály. Meghallgatunk egy viszonylag friss sztorit is. 2002. szeptember 10-én reggel 7 órakor óriási robajra ébredtek a szálloda vendégei. Vízműnek egy főnyomócsöve tönkrement, eltörött, és három emelet magasra nyomta fel a vizet, és az egész szállodát elárasztotta a víz, és komoly károk keletkeztek, méteres kőtömböket nyomott a vízsugár föl, és akkor 2 hétig be kellett zárni. Egyedi hangulattal bír egy utolsó óráit megélő szálloda. Ilyenkor normális, hogy átsétálnak egymáshoz a vendégek. Egy erdélyi házaspárral pálinkázunk vacsora előtt. Kajszi pálinka, ami egy saját szedésű, és egy nagyon jó barátom főzte. Tudtuk, hogy most december 1-én bezár, egyébként is terveztük ezt a hétvégét itt tölteni, és akkor ez egy tudatos választás volt a Gellért. Édesanyám 70 éves lett az idén, és az ő szülinapját ünnepeltük meg a családunkkal. Még 3 szobát foglaltunk. Annyi, hogy a bútorzat egy kicsit már nem a kor szellemét tükrözi, meg a technika, meg minden egyéb, de a kilátás, maga a fekvése, tehát az pazar. Csak magyar ajkú vendégekbe botlunk, korábban egyikük sem szállt meg még itt, de részesei akarnak lenni a mostani különleges alkalomnak, egyúttal a Gellért történelmének. Abszolút ilyen nosztalgia és helyi turizmus, tehát hogy kifejezetten azért, mert bezár. Egy elegáns ifjú történész szólóban búcsúzik a Gellértől. Sok történelmi személyiség, illetve világpolitika formáló személyiség, ha úgy tetszik, megszállt, plusz művészeti személyiség megszállt. Tehát azt tudod, hogy egy Gellért szállodra, tehát ez... Reggel a 40 fokos termálvízben kezdem a napot. A gyógyfürdőt a 90-es évek óta a főváros birtokolja és üzemelteti. Mivel a szálloda és a fürdő építészetileg összetartozik, így a hotel felújítása alatt, vagyis májustól a fürdő is zárva tart. A szálloda összes alkalmazottja a Gellértet eddig működtető szállodalánc egyéb hoteljeiben kap munkát. Erzsike 40 éve takarítja a házat. Irodákat takarítottam 9 évig, aztán mikor már nagyobbak voltak a gyerekeim, én ezt ezért vállaltam, ezt az irodai takarítást éjszaka,
hogy a gyerekeimet el tudjam rendezni. És akkor, mikor már nagyobbak lettek a gyerekek, akkor átjöttem délelőtre, és akkor szobalányként dolgoztam. Azóta szobalányként dolgozom. A szobalány legszebb emléke a 2004-es esztendőhöz kötődik, amikor is az év dolgozójának választották. Szerintem nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Hát én mindent megcsináltam, amit a főnöknő mondott. Elérkezett az esti villanyoltás ideje. Az aulában összegyűltek régi és mostani munkatársak. A ma esti villanyoltás forgatókönyvében szintenként fogjuk lekapcsolni a Gellértben a fényeket, zenére, koreografált formába. Végén az ikonikus Gellért felirat is le lesz kapcsolva. Az új üzemeltető még nem árult el, hogy milyen típusú szállodát kíván nyitni. Az biztos, hogy a 103 éves történetnek most vége szakad, de a Gellért szellemisége örökre a főváros része marad.